Kedves testvérek, a mai napon a változásról szeretnék beszélni. Mégpedig olyan sokszor eget-földet rengető változásról, amiről talán a szombatiskolán is tanultunk, hogy nagyon sokszor volna egészen más megoldása is a Jóistennek, amit nekünk kínál, de sajnos mi nem halljuk meg ezeket a szelíd csendes hangokat, és akkor kénytelen egy B változatot, aztán egy C változatot felkínálni, aztán egyre erősödő kényszert, mindig a mi érdekünkben, hogy ne kelljen talán nehezebb vagy keményebb eszközökhöz nyúlni ahhoz, hogy tudjunk vele együtt munkálkodni az örökké valóság érdekében, hogy mi elnyerjük végre az örökké valóságot. És én erre nagyon sokszor bizony süket tudok lenni, és nem tudok odafigyelni. Sokszor azt hiszem, hogy nagyon jó úton haladok, és most már azért egy kicsikét megijedek. Van egy kedves testvérem, aki szokta mondani, hogy én most már a hideget is megfújom. Körülbelül itt tartok én is, hogy ha lehet, akkor egy kicsit ijedjek meg, ha nagyon jól mennek a dolgaim. Az elbizakodottság az nagyon sokszor sikerül, hogy gyökeret verjen az életemben, úgyhogy észre se veszem. Szép csöndbe, egyszer csak ott letelepedik, gyökeret ver, és aztán amikor észreveszem, akkor már tulajdonképpen megtörtént a baj. Egy saját tapasztalatot szeretnék így elmesélni, és előtte pedig egy igehelyet mondani, ami látszólag talán nem is ide tartozik. Példabeszédek könyvében olvasható a 16. fejezetben a 18. vers, ami így hangzik, hogy a romlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfúvalkodottság. Ez engem mindig elgondolkodtatásra kényszerített, amikor ezt elolvastam, többször is találkoztam vele életem során ezzel az igével, de nem nagyon tudtam vele mit kezdeni, hogy milyen romlásról van szó, meg hát felfúvalkodottság, ugye itt nyilván nem rólam van szó, tehát már is rossz pályán volt a kiértékelés ennek a gondolatnak, és egyszer csak valahogy berobbant a gondolataimba ez az ige. Ezért februárjában, amikor nagyon hideg volt, nagyon csúszós volt az út, mi egy domboldalon lakunk, és jó havas, enyhén havas és deres volt a fű, és ilyen balgatag módon kimentem az autómhoz, egy ilyen meredek kis lejtős részen, egy kocsibejáron, hogy kivegyem a telefonomat az autóból, és többször, amíg kimentem, az körülbelül 15-20 méter volt az autóig, többször eszembe ötlött az, hogy ez botorság, tehát ezzel a strandpapucsal csak bajba fogok kerülni, vegyem át a cipőmet. Nem, lusta is voltam, és jön a felfúvalkodottság, akkoriban nagyon, úgymond idézőjelben, jól mentek a dolgok. Sikerült eladnom az édesanyámnak a lakását, és valahol megteremtődött a következő a rövid vagy hosszabb távú időszaknak az anyagi biztonsága. Sajnos volt olyan nevelt gyermekünk, akit ki kellett raknunk a családunkból, mert rettenetes sok probléma lett, és nagyon-nagyon a családunknak a szétzülesztését szolgálta az ő jelenléte. Nagyon nehéz volt, és nagyon fájdalmas ez a búcsú, de ez is megtörtént. Tehát már a lelki háttér is úgymond egyre jobban nézett ki. Aztán a gyülekezeti életben is nagyon szeretek szolgálatokat vállalni, és úgy éreztem, hogy ott is minden rendben van, békességben vagyok a testvérekkel, nincs probléma, ez is jól megy. Aztán volt olyan lehetőségem, hogy eljártam Kaposvárra, ilyen férfi kör tartani, ott is nagyon jól éreztem magam, és olyan jók voltak a visszajelzések is.
hát lobogott a szívem, hogy minden jól megy körülöttem. És hogy jött ez a halvány hang, hogy vigyázz, mert most már nagyon jól csinálsz mindent, most már te vagy az, aki követésre méltó példa. És utólag fejtettem meg, hogy itt ezzel a papucs kérdéssel, hogy a strandpapucsba én kimerek ilyenkor menni télen az autókhoz, hogy mi ez, hogy én úgy gondoltam, hogy a Jóisten a tenyerén hordoz, és még ez a törvényszerűség, hogy ott csúszós az út, az sem érvényes rám. Tehát a fizikai törvényeket is fel kell, hogy oldja, mert én annyira jó vagyok. Tehát annyira szeret engem a Jóisten, a tenyerén hordoz, velem probléma nem lehet. Ezzel így szépen előkészítettem tulajdonképpen a figyelmeztetést, és ahogy mentem a lejtőn, iszonyatosan nagyot estem, akkor át, hogy úgy éreztem, hogy így oda csattanok teljes felülettel hátamra. Bevertem a fejemet és a hátamat is, olyannyira, hogy azt gondoltam, hogy ott maradok. Tehát, hogy meg fogok halni. Olyan időszakban volt, hogy senki nem járt az utcán, hideg van, vagy megfagyok, vagy elvesztem az eszméletemet. És úgy éreztem, hogy annyira fájt a hátam, hogy valószínűleg eltört a gerincem. Nem mertem kipróbálni sem azt, hogy megmozdíthatom-e a lábamat, mert hogy frettegtem attól, hogy tényleg nem tudom megmozdítani, tényleg eltört a gerincem, kezemet se, ott feküdtem ki tudja hány percig, míg összeszedtem a bátorságom, hogy megpróbálok valahogy megmozdulni. És hihetetlen öröm volt, hogy megmozdult a lábam, a kezem, szép lassan, nagy nehezen megfordultam, és föltápászkodtam, valahogy bevánszorogtam, és nagyon kértem a Jóistent, hogy magyarázza el, hogy miért. Hogy miért történnek velem ilyen dolgok, amikor én mindent tulajdonképpen olyan jól csinálok. És amiket most így elmeséltem, hogy ez a felfúvalkodottságnak a része, hogy jelen volt az életemben, csak nem vettem észre, nem tudtam néven nevezni. Ez volt az, amire úgy rájöttem, úgy rávilágított ebben a helyzetben a Jóisten. És hálás voltam érte, és pár nap múlva elfelejtettem. Újra mentem igehirdetés, vagy újra mentem férfikörre, Kaposvárra, újra tettem a dolgom, a munkahelyemen is jól éreztem magam, hogy ott is mindenhol jól mentek a dolgok, tehát jó, kaptam egy figyelmeztetést, majd odafigyelek. Ennyi volt. Eltelt körülbelül egy hónap, és iszonyatos fejfájásom lett váratlanul éjszaka, és ez tartott 3 éjjelen keresztül, semmilyen gyógyszert nem segített, és aztán elmúlt a fejfájás, és nem értettem, hogy mi van, hogy most mind kéne változtatnom. Aztán, ahogy telt az idő, egyszer csak szép lassan elkezdtem sántikálni a jobb oldalamra, és nagyon megrémültem, hogy egyre nehezebb a járásom. Nem jutott eszembe, hogy én elestem. Egész egyszerűen kiment a fejemből. Aztán egyre nehezebben tudtam beszélni. Nem tudtam rendesen írni. A munkahelyemen az átadó naplókban már hibák csúsztak, először csak betűk maradtak ki, aztán már szavak, és nagyon kétségbe estem. Rettegtem attól, hogy elveszítem a munkahelyemet, hogy nem tudok szolgálni, hogy nem tudok jó apja lenni a gyerekeimnek, hogy nem tudok jó fér lenni, aki ura a ház körüli dolgoknak, és hogy nincsenek kézbe a dolgok, hogy nem én irányítok, hogy nincs kontroll. És a félelmem csak nőtt. De azért jártam dolgozni, elsántikáltam, igyekeztem, hogy ne vegyék észre, 5-ször átnéztem az átadót, hogy ne legyen benne hiba, de az állapotom nem lett jobb. Azt hittem, majd kipihenem magam és rendbe jövök. És az egyik szombatzárás után egyszer csak már éppen szolgálatban voltam, megkérdezte a főnököm, Horváth Gábor, hogy mi a probléma. És mondtam, hogy nem tudom már megtartani a csoportot sem. Nem tudom, valahogy valami segítséget kérek. Ő, hála Istennek, nagyon komolyan vette.
és gyorsan szerzett egy autót, beültünk és elvittek a kaposvári ambulanciára, és hát ez este 8-9 óra tájban volt, és éjjel 2 óra körül meg is műtöttek. Kiderült, hogy agyvérzésem van, méghozzá elég nagy területen, tehát egy 18 vagy 17 öltéssel hozták helyre már a műtét után a heget, és azt sem tudtam, hogy mi történik velem. Kétségbe voltam nagyon esve, és másnap reggel, ahogy fölébredtem, elmondták röviden, hogy hát milyen nagy probléma volt, milyen nagy területen volt egy vérömleny, és mivel tele voltam még gyógyszerekkel, ilyen vidámító egységekkel gondolom, amivel megajándékoztak még a műtétre és a műtét utáni fájdalmakra, ez annyira feldobott, hogy én túl vagyok egy nagy megpróbáltatáson, hogy bejöttek persze a szeretteim és a látogatók, testvérek a gyülekezetből is, nagyon kedvesen, és én ott előadást tartottam nekik nagy vidáman, mókáztam, rötyögtem, mert hogy hát ez nekem egy agyműtét ennyi. És a Jóisten megmutatta utána, hogy mi az ő hatalma, és mekkora a szeretete. Mert hogy mindazok a rémületek, amik bennem voltak, hogy nincs folytatás, vagy ha folytatás van, akkor az tolószékbe, vagy valami sokkal nehezebb pályán, még mindig fent állt a kegyelem, hogy ez a nagy büszkeség bennem, hogy ez is, mintha nem a orvosokon, nem a Jóistenem múlt volna ez a műtét, hanem az én teherbíró képességemben, vagy bármi máson. Másnap, amikor elmúlt az injekciók hatása, a fájdalomcsillapítók és ezek a vidámítóknak a hatása, kedélyjavítóknak, teljes terjedelmében és súlyával robbant rám, hogy itt valami rettenetes dolog történt. És olyan kétségbeesésbe zuhantam, és olyan depresszióval, amit el nem tudtam volna képzelni, hogy ilyen létezik. És ahogy próbáltam elhelyezni magam térben, időben, hogy mi volt, és mi lesz, és mik az emlékeim, és hogy hogyan lesz a folytatás, még mélyebbre zuhantam. Tehát egyre mélyebbre, és az volt a megdöbbentő, hogy úgy éreztem, hogy kerestem, hogy hát én hívő ember vagyok. Hát úgy tudom, úgy emlékszem, hogy hívő ember vagyok, és nem találom a jó Istent. Nincs, akibe kapaszkodjak, nincs kapaszkodó, nem tudok hozzá kiáltani, nem... Mindaz az eddigi bevált módszer, amivel ki tudtam saját magamat, úgymond a hajamnál fogva húzni, vagy amivel másokat tudtam vigasztalni, az most nem volt érvényes. Nem sikerült. Így teltek el napok. Egyetlen egy vigaszom volt a feleségem, aki rengeteg munkája volt abban az időszakban, de döbbenetes volt, hogy hatalmas erőt sugárzott felém. Valószínűleg a fáradtság miatt még rajta volt a fáradtságnak a legtöbb jele. Ahogy kinyitotta az ajtót, köszönöm szépen, nagyon kedves. Ahogy kinyitotta az ajtót, sugárzott a boldogságtól. És amikor én elkezdtem panaszkodni, hogy kilátástalan az életem, és hogy nem tudom, hogy valaha leszek-e épkézláb ember, és normális, és visszatudok-e a régi kerékvágásba helyezkedni, ő mintha ezt nem is hallotta volna. Ő mindig elkezdte sorolni, hogy figyelj, ma reggel már föl tudtad húzni a pizsama felsőt,
Ma már ki tudtál csoszogni a WC-re, már egyedül mész WC-re. Figyelj, ma reggel már fogat mostál, és így tovább. Minden áldott nap figyelmeztetett arra, hogy milyen pozitív változások vannak. Én pedig mindig soroltam, hogy debezzek ez és ez. Tehát nem tudtam értékelni se ezeket a csodálatos ajándékokat, hiszen amikor már hazakerültem, döbbenetes dolgokat hallottam csak a saját falunkban, hogy hány és hány embert ér hasonló probléma. És mindig rosszabb volt a folytatás. Vagy meghalt az illető, aki agyvérzést kapott, vagy tolószékbe került, vagy maradandó olyan károsodása, hogy a fél oldala lebénul. Egy csomó olyan dolog, ami úgy érintett meg, hogy éreztem, hogy mekkora kegyelem részese vagyok. Tehát járt be a feleségem, és építgette azt a nem létező egységekből azt az új életemet, amit szerettem volna visszakapni. És hát bocsánat, csak egy kis segítséget szeretnék. Igen, hogy ez így tartott volna talán az örökké valóságig, ha két dolog nem történik meg. Az egyik, hogy beküldtek hozzám, a lányom behozott egy képes lapot, amin egy nagyon szép ige hely van. Példabeszédek 22:19-ben olvashatjuk, hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged. Elolvastam ezt az igehelyet, gondolom mások is azt hitték, hogy ez most valami nagy bátorítás lesz, és nem tudtam, miről szól. Fogalmam sem volt, nem értettem, elolvastam 5-ször, 10-szer, 100-szor, semmit nem érintett meg. Nem tudtam, hogy értékeljem ezt, még mindig nem találtam a jó Istent. Aztán megpróbáltam megtanulni kívülről. Egy darabig ment, aztán megint elfelejtettem. Nem akart megtapadni bennem ez az igehely. És tovább, egyre inkább nőtt tovább a rettegésem, hogy nem fogok rátalálni Istenre. A legfőbb, amit még nem említettem, hogy a rettegésemnek a legfőbb okozója az volt, hogy volt a műtétem után egy napon egy epilepsziás rohamom, ami teljesen, tehát nem beleájultam, hanem teljesen ébren kellett végig élnem, és iszonyatos halálfélelmem volt, mert majdnem megfulladtam. Próbáltak a nővérkék, nagyon kedvesen ott körülálltak, és vigasztaltak, és próbálták törölgetni a habot az ajkaimról, és én úgy éreztem, hogy annyira nincs levegőm, hogy ez a parányi mozdulat is már elég ahhoz, hogy megfulladjak. És talán 7-8 percig is tarthatott, nem tudom, számomra iszonyatosan hosszú ideig, mert elvittek a liftig, meg onnan visszahoztak, tehát ez időbe tellett. És végre egyszer csak megszűnt ez a roham. És úgy gondoltam, hogy kész, na én így fogom leélni ilyen rohamok között az életemet. Döbbenetes volt rögtön, azért eszembe jutottak bibliai történetek, ugye, amit ismerünk, hogy hol tűzbe, hol vízbe hányja a fiatal embert, és így tovább, hogy micsoda gyötrelem lehetett valakinek így leírni a fiatal életét, és hogy én meg időskorban egyszer volt csak ilyen velem, de hogy rettegek tőle. Aztán másnap megint készült egy ilyen roham, de aztán azt már injekcióval valahogy meg tudták állítani, de ez ettől való félelem az, ami a legnagyobb rettegést késztette bennem. Feküdtem mereven az ágyon egész nap, pedig már tudtam mozogni, semmi ilyen problémám nem volt, és vártam ezt a roham kezdetet, hogy na, akkor lesz a vég. És az igazi, valódi fordulat az volt, amikor kezdett ez az igehely utat nyitni a lelkemben valahogy, és aztán teljesen váratlanul rám rontott, rám tört, és teljesen értelmet nyert számomra.
És két dolog jutott még eszembe akkor így hirtelen, hogy az egyik, hogy ha, és még mélyebbre vitt egy pillanatra, hogy ha itt ekkora félelem van bennem, ugye, és az igében azt olvashatjuk, hogy ha szeretetben nincs félelem, akkor én most hol vagyok? Akkor mi történik velem? Mikor fogok tudni én szeretni? Vagy hogy tudom a szeretettel kiszorítani a félelmet? Vagy hogyan oldjuk meg ezt? Ezt már orvosilag rég nem lehet megoldani. És a következő lépés az volt, amikor elérkezett az a pillanat, hogy rájöttem arra, hogy Isten kezében vagyok, eddig is abban voltam, és valahogy valamire nagyon szeretne megtanítani a Jóisten, mégpedig arra, hogy teljes mértékben átadjam magam és rábízzam magam. Mert eddig úgy gondoltam, hogy ha mereven fekszem, akkor nem ér el a roham. Hogyha közel van az ágyam a nővérszobához, akkor nem fog, akkor kijövök a rohamból. Mindent megint kontroll, én akarom megoldani. És az, hogy rábízzam magam a Jóistenre, az nem ment. Mert gondolkoztam azon, hogy ha vajon rábízom magamat a Jóistenre, akkor hány rohamnak kell még jönni? Vajon hány rohamot akar nekem még a Jóisten adni? És aztán rájöttem, hogy ez valami rettenetesen nevetséges gondolkodás. De erre tellett akkor éppen a félelmeim közepette, hogy bizony meg kell lépni ezt a lépést, hogy legyen meg a te akaratod, és ha kell, legyen 100 rohamom, 200 ilyen, teljesen mindegy, akkor annak is helye van az életemben, akkor annak is célja van valamiért az életemben, hogy ezt én átéljem. Viszont a félelem mégiscsak erősebb volt, és eljutottam addig a pillanatig, és döntést is hoztam, hogy én ezt ki fogom mondani, de nem ám harsogva vagy kiabálva, utána már szinte tényleg nevettem a kínjaimon, és azon, ahogy megengedtem a Jóistennek ezt, hogy feküdtem az ágyon, és valahogy nagy nehezen csukott szájjal kipréseltem magamból, hogy legyen meg a te akaratod. Ezt ilyen lábújhegyen, hogy talán hát, ha nem hallja meg. Meghoztam ezt a döntést, de remélem majd napokkal később jut csak el hozzá, hát jó messze vagy. És onnantól kezdve tudtam építkezni, onnantól kezdve hallottam meg, hogy és fogadtam el a feleségemnek is a jó észrevételeit, az orvosoknak a kedvességét, onnantól kezdve észrevettem az ápolónők kedvességét, onnantól kezdve volt jövőképem, hogy hát ha annyira rendbe fogok jönni, hogy tényleg visszaállhatok a szolgálatba, a munkába, a családomba, nem kell mindig majd engem kiszolgálni. És megdöbbentő dolog történt, mert a 12. nap a műtét után már el is küldtek tulajdonképpen a kórházból. És hát persze a félelem ott volt, mert amit átéltem, az rettenetes volt, de a bizalom egyre inkább teret hódított a Jóisten felé, hogy talán látja, hogy szóba állok a változással, amit ő megkínál. Azt hittem, hogy ezzel rendben vagyunk, már csak a fizikai felépülésre kell időt és energiát fordítanom, hiszen hát lelkileg is megkaptam a megfelelő gyógymódokat és hogy irányokat. Igen ám, csak hogy tovább kérdeztem, hogy miért ilyen súlyos? Miért kellett ekkora méretű, ennyire nagy a baj, hogy én ekkora traumában kellett, hogy részesüljek? És megérkezett szélsebesen a válasz. Úgy érzem a gondolataimba,
hogy felmutatott nekem egy olyan régi, nagyon régóta nem rendezett dolgot az életemben, amire én mindig ígéretet tettem a Jóistennek, hogy bár közeledik az úrvacsora, bár rendezni kéne ezt a testvéremmel, bár én a háta mögött intéztem valamit, és nem álltam oda teljes mellszélességgel, hogy valamit én úgy gondolom, hogy esetleg másképp kellene csinálni, megint nem volt bátorságom hozzá. És ezt a háta mögött intéztem. Aztán eltelt egy úrvacsora, eltelt két úrvacsora, és már lassan megfeledkeztem arról, hogy hát az úrvacsora feltétele ugye az, hogy rendezzük a dolgainkat. És mindig ígéretet tettem, amikor eszembe jutott, sőt, már úrvacsora vétel közben is az volt, hogy igen, uram, ez a negyed év megint enélkül telt el, de most már erőt kapok az úrvacsora által, és majd megint oda megyek, és majd akkor megteszem. Nem tettem meg. És én úgy érzem, hogy jól értelmeztem az ő üzenetét, amikor úgy gondoltam, hogy ez volt talán a fő ok, nem csak amit eddig elmondtam, hanem az, hogy Krisztus áldozatát nem szabad könnyen venni. És ha én itt ide merek állni, akkor mekkora hibát követek el, és mennyire vizet prédikálok és bort iszom, hogyha én ennyire nem tudom tiszteletbe tartani Krisztus áldozatát, és képes vagyok ennyire halogatni gyakorlatilag több mint egy évig azt, hogy rendezzem vele, és a fele barátommal is azt, amit kellene. Elementáris erővel jött ez, hogy minél előbb tegyem meg, de rögtön jöttek a kifogások, hogy hát én még alig tudok menni, én még gyenge vagyok, hogy menjek oda a fele barátomhoz. És készen volt rögtön a válasz persze, hogy hívd el, legyen bátorságod elhívni. Hát nem rajongtam az ötletért, de mégiscsak megpróbáltam megtenni. Fölhívtam telefonon és megkértem, hogy egy dolgot szeretnék vele minél előbb megbeszélni, és hogy legyen kedves ellátogatni, mert én nem tudom fölkeresni. Persze nagy lelkesedéssel és kedvesen jött, hiszen nem tudott semmiről. Mert hogy olyan sikerült, olyan jól a háta mögött intézkednem, hogy erről nem tudott semmit. És mondhattam is volna, hogy hát akkor már mit bolygassuk a múltat, ez már nem olyan fontos. De ő is nem figyelmeztetett, hogy ez nem így rendezendő, nem így kell ezt elintézni. Elmondta, hogy körülbelül két órán belül meg fog érkezni, és én addig azt a két órát a 4 méter hosszú szobában megállás nélkül fölle mászkálással töltöttem. És ahogy közelgett az idő, egyre jobban rettegtem, hogy meg fog érkezni, és én nem tudok mit mondani, mert annyira szét fogok esni darabokra lelkileg, annyira szégyellem magam, biztos nem is fogja érteni, hogy miről beszélek. Hát ezt nem tudom, hogy oldjam meg. És uram, megint itt van ez a félelem, ami eddig is volt. Hasonló, én nem tudom, hogy hogyan oldjuk meg, de kérlek segíts, hogy valahogy ezt el tudjam tényleg értelmes keresztény módon rendezni. És kaptam egy nagyon szép gondolatot, mert elképzeltem, hogy ha megjelenik az ablakom alatt, látni fogom, akkor nagyon, nagyon ideges leszek, nagyon meg fogok ijedni, és beindul ez a szólni se tudok történet. És azt a gondolatot kaptam, hogy ha szereted és szeretnéd rendezni vele a dolgot, akkor gondolkozz azon, hogy te minek örülnél. Ha szeretettel fogadnának, ha alig várnák, nem hogy halogatnám megint, hogy jaj, csak 3 óra múlva vagy 5 óra múlva érjen ide, hanem hogy minél előbb jöjjön, már várjad, hogy elteljen ez az idő, és akard, hogy örömöt szerezzél neki. Hát ez bejött. Megint csak egy nagyon szép fordulat volt, mert tényleg annyira megsegített a Jóisten, hogy onnantól kezdve
folyamatosan csak lestem az ajtót, de most már nem a rémület szemüvegén állt, hanem hogy mikor érkezik meg. Nagyon szép pillanatokat éltünk át, és jó volt tényleg rendezni ezt a régmúltat, és jó volt hallani tőle, hogy azt mondja, Endre, nem is tudom, miről beszélsz. Hát mondtam, hogy a lényeg az, hogy én tudom, és nagyon szeretném, hogyha ez mindenképpen rendezésre kerülne. Megbeszéltük, és elköteleztük magunkat, hogy úrvacsorát veszünk a legközelebbi alkalommal, és tulajdonképpen az az elgondolkoztató még ebben a gondolatsorban, hogy ez nagyon szép, mondhatnánk, hú, hát milyen bátor vagyok, meg mennyire meghallottam a Jóisten hangját, és mennyire jól alakulnak a dolgok. Ez mind lehetne ezt mondani. Csak a következmények nem csak rajtam teljesedtek be. Én nekem 3-4 hónapig a munkahelyemen helyettesíteni kellett, hogy pótolják az én munkakörömet. Rengeteg dologban kellett segíteni a gyermekeimnek, a feleségemnek. Nem emelhettem, tehát a bevásárlások és egyéb favágás, vagy bármi más. Ehhez még csak gondolatban sem volt szabad az első 3-4 hónapban hozzányúlnom. És nyilvánvaló, hogy amíg nem vehettünk úrvacsorát a testvéremmel, addig még rajtam volt ez a problémakör. Ezért én nem mertem vállalni szolgálatot sem. És nem mertem adományukat sem odaadni. Mert hogy bár rendeztük, de hogy én úgy éreztem, hogy ez a lezárása, ez az igazándi lezárása ennek a történetnek, hogyha mi majd úrvacsorán megmoshatjuk egymás lábát. Úgyhogy nagyon hosszú távú és széles körű következményrendszert sikerült ezzel az egésszel előállítanom. Azon túl, hogy csodálatos volt az a szeretet, ahogy körülvettek, és mind a családom, mind a gyülekezetem, mind az orvosok, akiknek hálát mondhatok, az ápolóknak, és hát elsősorban persze jó Istennek, hogy most már megértem, talán hallottatok az anonim alkoholisták, vagy az anonim mozgalmaknak a létezéséről, és ott egy-egy gyűlésen elhangzik egy ilyen mondat, amit nem tudtam sokáig hova tenni, hogy örülök a betegségemnek. És mondom, hát miért kell az alkoholizmusnak örülni? Hát valahogy ez azt üzente, vagy azt akarta üzenni, hogy mert a betegsége nyomán, és most már a józansága, a gyűjtögetett több év józansága nyomán, és a visszatekintések, a újraértékelések nyomán, nagyon jól látja, hogy ha a betegsége nincs, akkor lehet, hogy egyik pillanatra a másikra be kell, hogy fejezze a pályafutását, vagy sokkal rosszabb életpályára kerül, viszont, hogy fordul, változás jött létre az életében a betegsége nyomán, ezért hálás ezért. És csak ezt tudom mondani én is, hogy mindezért a nyomorúságért hálás vagyok, nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Hiszen olyan tapasztalatoknak a sűrű erdejébe vidd be, amire nem ismertem volna gondolni. Nem vezethetek egy évig, és ez egy ilyen orvosi utasítás, és hát ennek is rengeteg következménye van, ugye, hogy sok mindent akár a munkahelyemen, vagy bárhol úgy kell megkérnem másokat, hogy vigyenek ide vagy oda, vagy hát felfedeztem a tömegközlekedés örömét, és valóban örülök neki. És szeretném sok embernek elmondani ezt, hogy valóban
tartsuk tiszteletben a Jóistennek a figyelmeztetéseit, hogy ne kelljen ilyen nehéz pályára küldenie neki bennünket. Eszembe jutott a gyógyulásom során az az igehely, amelyiket megint hallottam, csak nem vettem magamra. És most olyan, mintha egyenesen nekem szól. Ez 1 Péter 2.20-ban olvasható, hogy mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, az kedves Isten előtt. A testvéreim szeretete, és mindaz, aki gondolt rám, az olyan kedves, alázatos, tisztelettel teli volt, hogy nagyon úgy éreztem, hogy nem érdemlem meg. Pontosan ebből az igéből kiindulva. Mert hogy nem véletlenül történtek velem ezek a dolgok, és nem Isten dicsőítve éppen elkötelezett lélekkel küzdve az evangéliumért ért mindez, hanem éppen akkor, amikor felfuvalkodott állapotban találta Jóisten, és hogy nem tartottam tiszteletbe az úrvacsora szentségét. Tehát ilyenkor szoktam azt mondani, hogy mindenki hazamehet, ez az igen, nekem szól egyedül. Legyetek szívesek és magatokra ne vonatkoztassátok. Ami még tanulságként ebből az esetből levonható a későbbiek folyamán, hogy ahogy távolodtam el ettől a ponttól, ahol megtörtént ez a súlyos katasztrófa az életemben, úgy történt meg velem az ijesztő mértékben, hogy ennek a súlya kezdett elveszni. 3 havonta kell visszamennem kontrollra, és talán a második vagy a harmadik kontrollnál már azon erőlködtem, hogy megkérjem az orvost, hogy állítsuk le a gyógyszerszedést, és hogy minél előbb vezethessek. És ahogy mentem a busszal Kaposvárra, és ezen gondolom, azokat a szavakat próbáltam megfogalmazni, ami majd perdöntő lesz számára, és én majd meg tudom vele beszélni ezt, hogy semmiképpen neki ez a dolga aláírni, hogy én most már teljes értékű ember vagyok. És még eszembe jutott, hogy reggel mit csináltam, hogy ahogy volt ez a szép nagy vágás itt a fejemen, koponyámon, azt úgy odafésültem a hajamat, hogy már nem is látszik tulajdonképpen. Már szinte meg se történt. És ahogy ezt kimondtam belül, rájöttem arra, hogy na erről van szó. Tehát tulajdonképpen te ezt akarod, hogy ezt meg nem történté tegyed. Hogy már nem kell gyógyszert szedni, már rég vezethetsz, már nem is látszik. És akkor másnap gyorsan elmentem a fodrászhoz, és majdnem teljesen kopaszra lenyirattam magam, hogy lássam, igenis lássam. Mert nekem szükségem van erre, hogy lássam, hogy el ne felejtsem. Érdekes, hogy ezeket, ahogy így elmondtam, sokszor az a megdöbbentő, hogy hány kört kell a Jóistennek futnia velem. Ahhoz, hogy végre valamit elfogadjak és belássak. És még csak nem is nagy dolgokat kell elfogadnom.
Csak azt, hogy a múltban ez megtörtént, és nem véletlenül történt meg velem, és mindent visszakaptam. A járásomat nem sántítok, a beszédemet. Az írásom ugyanaz, mint régen. A munkahelyemen most már hónapok óta dolgozhatom, és minden úgy érzem, hogy visszahullott az ölembe. Szeretném nagyon megbecsülni. És hát annyira jól esett, amikor ezt a mostani szombatiskolában is láttam ezt az igehelyet, mert ezzel akartam zárni. Ez az 1 Korintus 10:11-ben, ami az első oldalában a szombatiskolai tanulmányunknál. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk. Megirattak pedig a mi tanúságunkra, akihez az időknek vége elközelget. Ezt egy picit most talán a Jóisten is megbocsájtja, hogyha inkább, vagyis hogy egy kicsikét magamra értve mondom, hogy mindezek pedig példaképpen estek rajtam a ti tanulságotokra. Jó lenne, ha veletek ezt nem kéne a Jóistennek végigcsinálni. Segítsen benneteket, Jóisten. Amen.